Sziasztok, Nyuszika vagyok. Tudjátok, a múltkor feliratkoztatok rám, mert szeretnétek, ha jobban lennétek velem. Szóval már az elnyomó, másokat visszahúzó nyuszikákról és egyéb állatfajtákról szeretnék beszélni veletek. Szóval itt nem valami szientológiai beszédet fogtok hallani. Gondoltam, elmondom előre, mert ti, kedves nézők, azt láttam sokszor Facebookon, hogy szeretitek kiforgatni a mondani valómat. De jó gondolatai nem olyan összetettek ám. Szóval azt kell érteni, amire én gondolok, és nem azt figyelni, hogy mit mondok. Remélem érthető mindenki számára. Vagy nem. De az biztos, hogy nem értél humort. Az már csak nem az én bajom. Tehát olyan életformákról lesz most szó, akik szó szerint földbe döngölik az önbizalmadat, mert dagadt vagy, mert pattanásod van, mert nem csinálsz jól valamit, mert nem úgy gondolkodsz, mint én. Igen, úgy kell gondolkodnod, antiszociálisan. Narcisztikusan, mert ezzel fedezed az önbizalom hiányodat. Különben úgy gondolod, hogy kevés vagy, mint medvesajtban a brumogás, vagy mint matchboxban a gázolaj. A lényeg, hogy letörjelek téged, és erre bármilyen eszközt hajlandóak bevetni, akár tudatosan, akár nem. Na most itt megjegyezném, hogy nem kell állni milyen közel hajolni ahhoz a kijelzőhöz. Dőj hátra, és ülj egyenesen, mert a görbe hátad öregen még jobban fog fájni. Aztán majd mit kezdesz majd magaddal, ha meg nyuszikás videókat se tudsz nézni, mert a fájos hátad miatt nem hallod, amit mondok. Ez nem az éhbám lesz szám. Szóval jobb lesz, ha arra figyelsz magadra, érted? Vagy szerinted normális vagy? Hát elmondom neked, hogy nem. Egy identitászival zavaros nyulat nézel éppen. Vágod? Aztán utána nekem ne rinyálj, ha mindenki kiröhög téged. Te néztél egy plösz nyulat, már vagy 2 percig. Gondold el, mit gondolnak ezek után már rólad? Hogy egy szarul érzed magad? Most elmondom neked, hogy hogyan hódolhatsz be az elnyomásnak még jobban. Jó, figyelj, mert nem ismétlem meg még egyszer. Bár mondjuk, bármikor újra nézheted a videót. Most úgy példaként fogom emlegetni a sünöket. Semmi rasszizmus nincs bennem amiatt a tüskés szörnyeteg miatt, akik besurrannak a kertedre, és az éles fogaikkal felzabálják a bogarakat, meg belepisálnak a répásba, és még bele is kakjanak. Mondjuk bogyóz lesz, én is szoktam. De legalább tudnak lazítani 2 oktatási időszak között. Ezért hívják sűnidőnek ezek a bolgák. Szóval, ha egy sűn zsarnokságra adja a fejét, akkor a legjobb, ha ajnározod, adod alá a lovat, s lehetőleg minél jobban idomulsz hozzá. Ez meg fogja adni neki az önbizalmát, hogy a következő szintre léphessen. Most még nyomj egy lájkot. Nem sikerült. Hát még ehhez is béna vagy. Gondoltam, hogy nem tudod megnyomni, hanem itt fogsz bénázni. Most segítek. Kicsi kéz. Hüvelykujjal felfelé. Nekem olyan nincs, de ott. Hihetetlen, hogy 2021-ben ezt még magyarázni kell neked. Amikor a sűn látja, hogy megnyomtad a... Na, úgy cselekedtél, ahogy elvárja, akkor már érzi, hogy nyerekben van. Megpróbál függőséget kialakítani köztetek, hogy azt érez, hogy mindenképpen meg kell nyomnod a like gomb mellett a csengőt is. Nincs választási lehetőséged, rá kell nyomni, nem elég lájkolni, meg feliratkozni. Most tényleg azt mondod, hogy nem iratkoztál fel? Hát olyan pécsben akarsz így létezni. Most hagyok időt arra, hogy megemészd, amit mondtam, és feliratkozz. És most gyere közelebb a képernyőhöz, szóval nem fogom ezt hangosan mondani. Ekkora már sűnfüggő lettél. És bármit, érted? Bármit megtehet veled, megalázhat, befolyásolhat. Értesítést küldhet neked, érted?
nincs segítség, nincs menekvés, ezek a kis, tudod mik ezek? Ki sem merem mondani, de te csak kussolj, hát segít majd elviselni a pillanatot, még a végén megszólalsz, meghallja a rejtszarvas, aztán öntudatra ébred. Nem kellenek barátok, ismerősök, a sünök tökéletesen elegendő társak neked. Nem kell itt ötleteket adni egymásnak, hiszen csak a sün hatalmát ingatná meg, arra meg semmi szükség. Aztán a sünök helyébe meg mindenki azt képzel, amit csak akar. Most viszont el kell mondanom, hogy olyan érzésem van, hogy engem nyuszikát pala elnyom teljesen. Folyamatosan olyan érzésem van, hogy mindent elkövet, hogy elveszítsem az önbizalmamat. Napközben egy erszényben tárol, és hurcol magával, mint egy kibaszott kenguru kölyök lennék. Most, amikor nincs itt, meg kicsit az az érzésem, hogy a seggemben van a keze ilyenkor is. Hát, ilyen az igazi elnyomás. Ha nem iratkoztál fel, és a csengőt sem nyomtad meg, sőt, még a like sem ment, akkor majd talán legközelebb. Amúgy meg legyen szép napod. Kétség.